azt kell tudni az ótemplomi bazáról, hogy miként az, ez a könyv, ami a kezemben van, Hódmezővásárhely régi képes levelező lapokon, Kruszvic István Gábor és Mayer Jenő hiteles könyve, hogy a templom közül 1893-ban létesült ez a ótemplomi bazár tulajdonképpen, és ennyit én a 60-as évekre emlékszem, hogy valóban ott voltak üzletek, egyéb árusítóhelyek, a Csengettyű közben, erről van a legtöbb emlékem, nyomda is működött, és szabóműhely is. A nagyon kevés kép maradt meg, talán a legrégibb ábrázolás Szeremeti Sámuel Hódmezővásárhely története monográfiában találjuk a főtéről és környékéről. A 1960-as években még nem bontották le ezt a ótemplomi bazárt, és akkor még valóban elárusító helyek, de nehogy valaki úgy értelmezze ezt, mint a isztambuli bazárt, tehát egyáltalán nem így nézett ki, hanem miként régi képeslap, sőt a 30-as és 60-as évekből fotó is tanúsítja a 1740 körül épült ótemplomot, pontosabban 1740-ben épült az ótemplomnak a kerítése, de legyünk azért pontosak, hogy 1713-ban emelték ezt a nagyon régi, napjainkban pedig felújított gyönyörű református templomot. Félkörébe vette körül a tornyot és a bejáratot, ez a ótemplomi bazár, ez a hivatalos neve, és a mai Szőnyi utca felé, illetve a másik része pedig belenyúlt a Csengettyű közbe. Ma már nincs meg ez a Csengettyű köz. Úgy kell elképzelni, hogy adva volt a fő utca, és a fő utcából egy ilyen S kanyarra lehetett besétálni a Csengettyű közbe, onnan pedig a ótemplom. Ez a Csengettyű köz, ez már akkor is volt, vagy akkor oldalkosárnak hívták? Nem, így hívták, hogy Csengettyű köz, ismerős ez, hogy a iskolatörténetből, hogy a Csengettyű utcai tanyasi kollégium, később ugye Németh László, Cseresnyi is drámájának a nevét vette föl, és 1949-ig működik. Tehát a tulajdonképpen a tanyai diákok otthona, a legrégibb otthona 1938-tól ott működött, 1949-ig. Na és annyit tudok, hogy a Csengettyű köz és a bazár területén, de maga a szabó műhely, amiről szeretnék beszélni, ez pont a határon volt. Tehát a fő utcáról bele lehetett látni az üzletbe. Na most ki volt ez a szabó műhely? Most nehéz lenne eldönteni, hogy ez a bazár épületéhez tartozott, vagy a Csengettyű közhöz, mert ezek a elárusító helyek egymáshoz kapcsolódtak.
Itt a Szabó Mihálynek a tulajdonosai, Mihály István, mind a ketten szabómesterek, és Körösi János bácsi volt, mind a kettőt személyesen ismertem, hiszen Mihály Szabó bácsinak a fia barátom volt, sőt párhuzamos osztályban, ő is 1957-ben érettségizett akárcsaként, és hát sokszor kereste ott a Szabó Mihálybe öcsinek az, illetve a Mihály öcsit. Mert már akkor is szerettél sakkozni. Igen, hát Körösi János, tehát nem Mihály bácsi volt a Szabó mester volt a sakkozó, hanem Körösi János, ők később a Színi utcában laktak, neves sakkozó volt, szinte egész életében ezt a sportággal. És van-e olyan, amit úgy föl tudnál sorolni, hogy miket árusítottak ezekbe a bazárba? Föl tudnám sorolni, amire emlékszem, hogy csipke, kézi munka, tehát külön volt egy ilyen hely, fehérnemű üzlet, akkor a közelben volt ugye a Törekvés nyomda, Lehel utca 1, a Rót nyomda is egy nagyon rövid ideig, sőt nagyon régen, úgy tudom, bizonyos mértékig, mi is rokonságban álltunk, a Lepás nyomda is ott kapott, de nagyon rövid ideig. A közelben volt ugye a írósz, ma úgy mondanánk, hogy írószer volt, akkor papír és könyves volt, akkor Sípos Antalnak is ott volt a rövidáru kereskedése, tehát ezek egy nagyon szűk, valóban a bazárra emlékeztető, igen. Tehát nem fedett bazár volt, hanem nyitott. És ez minden bazár. Nap nyitva volt, vagy csak bizonyos napokon? Hát akkor délben biztos, hogy minden üzlet zárva volt, igen. A papírüzlet, de képenszapokat is tudom, ott vásároltunk. Újság volt, akkor hát meg volt a magtár is, de ott inkább úgy emlékszem, hogy fűszereket árusítottak, tehát erre kell, és nagyon szorosan egymás mellett voltak a üzletek, elárusító helyek. Na most a bazár soron át lehetett bejutni a templomba, tehát a főbejárat, a ótemplomnak a főbejárata ott volt.